több tízezer vasmegyeit érint az a változás, amelyről a szombathelyi törvényszéken tartottak sajtótájékoztatót. A polgári, illetve munkaügyi perek szabályai lényegesen megváltoznak január 1 től A hatékonyság és a gyorsaság érdekében gyökeres átalakulás történt a többi között a deviza hiteles ügyekkel, a házastársi vagyonközösség megszüntetésével, házassági bontóperekkel, hagyatéki ügyekkel, a magánszakértő szerepével és számos más dologgal kapcsolatosan. A változások Részletesen és közérthetően tájékozódhatnak az érintettek a törvényszék honlapján.